Szevasztok, mangókák! Itt a Mango Rice kétharmada, üdvözlünk titeket a teraszunkról. És hogy miért vagyunk a teraszunkon, egész egyszerű a megfejtés, ugyanis a Grassland jó voltából képzeljétek el, hogy több felületünket is műfűvel fedhetjük be. Ez egy iszonyatosan menő, prémium minőségű műfűvel foglalkozó cég, és nagyon nagy formák is biztosítottak a számunkra műfűvet, úgyhogy képzeljétek el, hogy a teraszunk, a stúdiónk fala, és a süket szobánk padlója is műfűvel lesz borítva, úgyhogy hát ma itt kezdünk a teraszon. István, hogy állsz a melóhoz? Én már alig várom, tehát én azt várom, hogy hemperekhessek abba a finom fűbe, ami tényleg olyan, mint az igazi fű. Küldtek nekünk műfű mintákat, és ezt becsatintottuk a guppikhoz, amúgy is az egyik guppi terhes, úgyhogy szűjjön a guppi. Figyelj, fölkapcsoljuk itt nektek a kis világításunkat, ez ott látható a várandós állapotban lévő gonterhelt guppi hölgy, és itt meg a kis műfű, amit telepíteni fogunk. Nem tudunk róla mást elmondani, csak azt, hogy konkrétan szeretne az igazi fű így kinézni. És vízálló. Vízálló, ráadásul ott fotózza a búvár. Oké, szóval ennyit a guppikról, mi pedig nekiállunk ezt a teraszt szépen kisuvickolni tisztára, kislagozni, és aztán indul a móka, és elkezdjük telepíteni Istvánnal a füvet, úgyhogy István, csapjunk is be. Yeah! Boom! Told be, ameddig tudod, told be ütközésig. Ez itt 5,90. Lehet 5,91-re venni direkt. Na jel, megvannak a méretek. Most felkeressük az óriási műfű kígyót, és kivágjuk belőle az ideillő darabot. István, are you ready for the dance? Meg is érkeztünk, itt van az istentelen műfűkígyó, mutatjuk is. Egy gyilkos PVC szörny. István, megkezdheted a marcangolást, pitbull kutyaként es neki. Nézzük, hogy milyen műfűvet küldtek nekünk. Gyerekek, ezt nézzétek. Ez a pázsuk kategória. Micsoda betegség. Egyáltalán rá lehet lépni. A jó és a rossz hír is egyben, hogy ezt nem így kell letekernünk, hanem a gumi részével. És ez bizony forgatnunk 90 fok. Flex koronggal fogjuk vágni, és nagyon szépen megjelöljük. Azt a felét, azt oda kéne forgatni, azt a felét oda kéne forgatni. És akkor most a hátuljára rá ki kell terítenünk, mint egy nagy asztalra. A hátulján be kell jelölnünk mind a két sarkától ugyanannyit. És utána ott húzni közte egy nagyon szép egyenes vonalat, és azt el kell vágni. Ez a feladatunk hát most. Azért ez nem volt könnyű játék, elég szépen el tudja hagyni magát egy ekkora súly. Ez el is hagyja. És talán milyen volt? Ilyen jó kis edzés, jó kis nem? Edzés, ja. Azért egy ilyen squash mérkőzésre tippelném a nagyjából az erő elhasználásnak a mértékét. Viszont most az van, hogy szépen rámérjük és szépen levágjuk. Ez következik. Yes. Király? Fehér márkára, abban is jól látnék. Akár. Oké. Akkor legyen ez. Pityuka. Szóval. Mi történik itt? Külcünk van, krétát. Ez nem piros fűc, ez fekete. Ez fekete. Itt van, én napszacsóba vagyok, de még így is látom, nézd fél. Ez nem van. Kréta. De. Ez egy kréta. Dasz. Legyen az. Kréta. Na nézd meg. Akármire. Akárre pont nem. Mondjuk ezzel pont átbasztak. Na, hogy állunk a vágásra is? Hasítjuk, már megvannak az első eredmények. Aztán majd utána... Most lehet még rosszul levágni? Most van ez a rész? Enyhén diszkalkuliás vagyok, úgyhogy ezért csinálom ezt a feladatot. Tulajdonképpen nem ismered fel a karaktereket, mondjuk ki. Ja, ja. Szóval bal kezedet emeld föl, légy szíves. Tessék, ebben van a kérdés. Nagyon jó. 5,91, azt mondtuk. Oda fönt, hogy ezek a pontos méretek. Akkor jelöld meg, kérlek. Ott halálpontos a vége? Most közben 120 jelölést csináltak kezeddel? Nem.
Szóval halálpontosan be van a fesztivál vége? Hát nem. Most egy ujjal hitelesen lenyomtam. Most lehet jól. Le is vágtuk, tekerjük össze, felpróbáljuk oda. Ez most itt a hátamon felvivés, István hátával. Le kell tegyük. Hó, ruk! És ruk, hó! Húzz be, István! Ugye, jövök ide két részre, ötbe kell hozom magára. Azt ezt úgy visszük be, hogy irdatlan. Ezben be tudtok kanyarodni? Aha. Gyerünk! Felhoztuk ezt a mindenit. Ez már olyan combosabb volt, nem Pityu? Gyakorlatilag itt tartunk éppen, már félig letettük. Ez most még csak itt az ideterítés tipikus esete. Most már egy elég jó galambfészek, ne félíts. Körülbelül a galambfészek is így van megcsinálva. Ide bevágunk egy galambfészket, mert a galamb nagyon ügyesen rak fészket. Itt már az látható, hogy tulajdonképpen nagyjából, de a helyén van a cucc. Nyilván igazgatjuk, hogy pontosan mindenhol illeszkedjen a sarkokhoz. Itt még lesz egy kutacska, meg van áramkiállás. És a másik oldalt kell majd a beugrások miatt, amiket itt láttok, bevágnunk szépen az élek mentén, itt majd végig kell menni óvatosan, közben gyerekeket ölnek az épületben. Hát így, ja. Elég puha. Itt azért tök jót lehet majd aludni két stúdió pillanat között. Bizony. De rossz. Megint rossz. Kizöldült a fű, addig locsoltuk végül az ültetés után, hogy teljesen kizöldült. Figyelj, itt már be van mágva tök szépen. Követi a vonalakat okosan. Ez már nagyon kellemes rész, mert már egy mezitlen nyomhatjuk. Másik oldalt is úgy csináltuk, hogy mind a két oldalt, és még itt a szélen is, direkt mindig többet hagytunk, itt inkább a többszöri vágás az az, ami célra vezető, mert ezzel tök szép eredményt lehet elérni. Ezt az oldalt pedig értelemszerűen igazítottuk, és hát fut is szépen, úgyhogy hát vágjunk. Yeah. Megraktuk Pityuka. Yeah. Kemény. Nagyon menő. Itt fetrengünk a fűbe a teraszon. A Grassland jó voltából. A fejünk fölött az ég. Kékje. Ide, ahova nézünk, lesz egy jacuzzi. Haladunk is tovább, csináljuk a süket szobát, csináljuk a stúdiófalát, addig is szevasztok, mangolkák, és hát, respekt Grassland!